Üdvözlök mindenkit az ADR 1136 pont szerinti számolgatós videójának második részében, ahol a mai videóban az 1136 pont szerinti olyan számítást fogunk végezni, amelyben egyazon szállítási kategóriához tartozó anyagokat fogunk összeadni, illetve ellenőrizni. Nemrég volt nálunk itt Írországban az év első egyesületi tanácskozása találkozója, és ott az 1136 változása kapcsán egy tolvonással említették, csak illetve tényleg csak egy tolvonással intézték el, hogy ezen túl nekünk meg kell említeni szállítási kategóriánként igazából ezeket a pontértékeket, föl kell vezetni a dokumentumra, és igazából az egyik tag volt, aki jelezte, hogy azért ez egy elég látványos változás lesz, de ott elintézték azzal az elnökség is, hogy egy gyors számítást végzünk, legyen az különböző szállítási kategória, vagy egy szállítási kategóriába tartozó anyagok. Egy gyors számítást végzünk, ráírjuk a pontértéket, a kapott pontértéket a dokumentumra, és ezzel el is van intézve. Na most ebben én biztos vagyok, hogy akár itt Írországban, vagy a környező országokban el fogják fogadni, abszolút boldogok lesznek vele, semmi gondja nem lesz sem fuvarozónak, sem feladónak ebből, ha valóban meg van említve, hogy az 1136 szerint szállítunk, és föl van vezetve egy pontérték a dokumentumokra, a fuvarokmányra, CMR-re, bármire. De ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy Magyarországon, illetve bizonyos országok bizonyos hatóságainak ez nem lesz elég. Ők ezt nagyon komolyan fogják venni, amit az 5-4-es fejezetben a múltkori videóban szó szerint átnéztünk, hogy már pedig szállítási kategóriánként szépen felsorolva írjuk ezt le, legyen meg, valahogy oldjuk meg, biztos, hogy belekötnének abba, ha odabigyeztek egy pontértéket, mert hogyha több UN számon van, több anyag van a szállító egységemen, akkor nem fogják tudni, hogy ez a szám hogy jött ki. Innentől kezdve akkor lehet kötözködni. Na most ezt megelőzendő, ugye két lehetőségünk lesz, amit már felvázoltam az első videóban, csinálhatjuk ezt online, a DGR segítségével, illetve én létrehoztam és megalkottam a magam kútfőjéből egy olyan PDF dokumentumot, amit ma be fogok mutatni, illetve egy Word verziót fogok bemutatni, mert abban bele is tudok nektek írni, és ott fogunk számítást végezni. Na most ezt a dokumentumot föl fogjátok, vagy le fogjátok tudni tölteni, mert föl fogom tölteni szerverre, és egy mozdulattal akár a videó, akár a YouTube csatornáról, vagy akár majd itt az ADR csoportba is, az ADR tanácsadó csoportba is, ez elérhető lesz, be fogom tenni a rögzített posztba is, bárki letöltheti, bárki használhatja gond nélkül, ez egy olyan dokumentum, ami szerintem elég kell, hogy legyen. Valószínűleg többen ezt majd túlzásnak érzik, de én azt gondolom, hogy nem olyan nagy dolog, ez ki van nyomtatva, itt végezzük el a számítást, én azt gondolom, hogy ennek megfelelőnek kell lenni. De hát nézzük is ezt a dokumentumot. Az ADR 1136 szerinti szállítás adtam neki, mint címet. Adtam neki egy angol nyelvet is, ahol csak tehettem, hogy nehogy esetleg külföldön ebbe kössenek bele, ha valaki nemzetközi szállításokat végez. És nagyjából a egy A4-es oldalra bepréseltem mindent, benne lesz majd a táblázat is, majd mindjárt legörgetem. De nézzük először az alapokat. Próbáltam összeszedni a leglényegesebb dolgokat, hogy ezen az egy darab lapon minden rajta legyen, amennyire csak lehetséges. Úgyhogy felsoroltam a szállítási kategóriákat. Itt láthatjátok őket, 0, 1, 2, 3, 4 szállítási kategória, illetve ha nézegetted már az ADR-ben, magában a szövegben az 1136-os táblázatot, akkor van alatta egy pár UN szám felsorolva a táblázat alatt. Na most én ezeket beraktam a táblázatba magába ide, és
ide leírtam külön, hogy ott is a legnagyobb összmennyiség szállító egységenként mennyi lehet. Mert ugye a nulla kategóriánál nulla lehet, az egyes kategóriánál 20, ezeknél a külön megadott UN számoknál 50, kettes szállítási kategória 333, hármas szállítási kategória esetén 1000, és a négyes az korlátlan, azt korlátlanul szállíthatjuk. De mit jelentenek ezek a számok? Ugye a legnagyobb összmennyiség szállító egységenként, ez is megtalálható az ADR szövegében, de én belepréseltem ebbe az egy A4-es labba, hogy ez is, mint információ, annak, aki egy ilyen táblázatot kitölt, az rendelkezésére álljon. Tehát ez látható itt, hogy a legnagyobb összmennyiség szállító egységenként, és akkor föl van sorolva, most nem fogom nektek itt felolvasni, hogy a tárgyaknál, vagy a robbanóanyag esetében, illetve szilárdanyagoknál, vagy folyékonyanyagoknál, attól függ, hogy éppen mit szállítunk, annak megfelelően kell ezeket a összmennyiségeket úgy kell értelmezni, legyen az liter, kilogram, vagy akár egy tartálynak a víztérfogata literben. Még mielőtt a számolós táblázat fölkerülne ide a képernyőre, megemlítettem itt még egy kis táblázatban, hogyha a különböző szállítási kategóriába tartozó veszélyes árukat szállítunk, ugye egy szállító egységben akkor mik lesznek a szorzók, nyilván ez is az ADR szövegében benne van, de ide gyorsan felsoroltam. Ugye a nulla és a négyes az egyértelmű, hogy azért nincs bele, mert nullát azt nem is szállíthatjuk, ezt a mentességet a nulla kategóriába tartozó, nulla szállítási kategóriába tartozó anyagoknál nem használhatjuk, a négyesnél meg korlátlanul lehet szállítani, ezért természetesen ott nincsenek is ezek a szorzók. Az egyes kategóriába tartozó anyagoknál van egy 50-es szorzó, a táblázat alján található UN számok, amiket én most ugye betettem ebbe a táblázatba, ott egy 20-as szorzó van, a 2-es kategóriánál 3-as, és a 3-as kategóriánál ott nincs szorzó, illetve hát, hogyha akarunk mindenféleképp, ugye akkor egyel szorozzuk meg azt az összeget. Na most, ez még így lehet, hogy egy kicsit kusza, de ugye, ahogy ígértem, számolni fogunk, illetve veszünk egy-egy példát, és ott meg fogjuk érteni, hogy ezek a dolgok hogy működnek, mert így ez még biztos, hogy nagyon sok ember számára zavaró, illetve értetetlen, nem áll össze a kép, ezért hoztam létre ezt a táblázatot, amit itt láthattok, és a mai napon ezzel a részével foglalkozunk, így ezt elszíneztem egy picit így kékkel, ezen látható majd, hogy a különböző szállítási kategóriák esetére tartogatom, ahol a szorzókat fogjuk használni, ugyanis ha egy szállítási kategóriába tartozó számok, egy szállítási kategóriába tartozó anyagokkal dolgozunk, UN számokkal, akkor ott a szállítási kategóriának megfelelő összmennyiséget nem léphetjük túl, de ott nincsen szorzó, úgyhogy ezt a részt fogjuk ma használni, és a mai napon, akkor ahogy ígértem, először az egy szállítási kategóriába tartozó anyagokat fogunk itt számolgatni, illetve beírni, és a következő videó lesz majd a különböző szállítási kategóriáké. És természetesen ugyanezt a DGR online-ba is be fogom mutatni. De nézzük, hogy ma milyen anyagokat választottam, nagyon egyszerűek lesznek. Fogtam és hirtelen fölütöttem a 3.2-es táblázatot. Ezt, hogyha valaki a DGR online hozzáféréssel rendelkezik, ezt megtaláljátok online is, illetve az ADR szövegében is benne van nagyon sok helyen meg tudjátok nézni, le tudjátok tölteni, weboldalakon van, az ENSZ weboldalán fönt van, úgyhogy az a 3.2-es táblázatot nagyon sok forrásból meg tudjátok szerezni. A mai napra az egyik anyag, amivel dolgozni akarok, az egy 1286-os, UN1286-os gyantaolaj, 3-as packaging group, csomagolási csoportba tartozik, és az alagút kód fölött láthatjátok, hogy a 3-as szállítási kategóriába tartozik. Na most visszaballagunk szépen a mi kis táblázatunkhoz, és akkor itt be is írjuk, hogy UN1286,
És akkor ahogy ezt már néztük, legyen ő, ugye mivel ide tartozik, ezt választottuk egy hármas csomagolási csoport. Ahogy néztük az alagút kód fölött, ott láthatjuk a hármas szállítási kategóriát, és mondjuk vegyük azt, hogy mivel visszamegyünk és megnézzük, ez egy hármas osztály gyúlékony folyadék, ez literbe lesz nekünk meg, most ez lehet akármilyen csomagolásban, lehet ez kanna, hordó, bármi, most ez a számítás szempontjából lényegtelen, vegyük azt, hogy most nekünk van 200 literünk, legyen akkor a liter az alap a mennyiségnél, és a másik anyag, amit hirtelen kinéztem, az is egy eléggé nagyon egyszerű kis anyagocska lesz, amit biztos, hogy akár többen is szállítanak, mondjuk gépekbe, vagy bármibe, úgyhogy legyen ez a gázolaj, vagy dízelolaj 1202-es, úgyhogy ne bonyolítsam nagyon túl, ez is egy gyúlékony folyadék, hármas osztálynak az anyaga, és hogyha megnézzük, ugye pont erről van ma itt szó, hogy ugyanaz a szállítási kategória legyen, az alagút kód fölött megtaláljuk a szállítási kategóriát, ami ugyancsak hármas. Visszaballagunk szépen a kis táblázatunkhoz, beírjuk őt is, UN1202, ő is, ugye legyen akkor, ahogy kinéztük a hármas csomagolási csoportnak az egyik tagja, akkor ő hozzá is beírhatjuk a szállítási kategóriát, és ne bonyolítsuk túl, ez is legyen mondjuk két hordó, amit éppen felraktak egy furgonra, vagy bármire, ő is 200 liter. Na most, ha ezt a lapot, ezt az oldalt használjátok, ezt a PDF-et, amit én majd elérhetővé teszek, akkor itt is könnyebb visszagörgetni, ugye, hogy egy szállítási kategóriánk van, megnézzük, hogyha visszamegyünk, hogy a hármas szállítási kategóriának mennyi lehet a maximális adott értéke, és itt 1000 van megadva, ezt akár be is lehet írni, itt a megengedett, az mondjuk 1000, nekünk pedig, hogyha összeadjuk, vagy akkor írjuk inkább ide, hogy akkor oda tudjuk, ide meg be tudjuk írni az összeadott mennyiségünket, akkor itt látjuk, hogy 200 literünk van 1286-osból, 1202-esből is 200 liter, összeadva az 400 lesz, és ha nagyon akarjuk, akkor ide még be is vigyezhetjük unalmunkban az, hogy ez kisebb, mint az 1000, így tehát az 1136-os mentességet ebben az esetben alkalmazhatjuk. Na most ez ugye csak és kimondottan fontos folyamatosan ezt megjegyezni, hogy az egy szállítási kategóriára lehet alkalmazni. Ha nekem egy olyan anyagot is feltesznek, aminek a hármastól eltérő szállítási kategóriája van, az már egy másik történet. Ugye akkor fogjuk már ezt a táblázat részt is használni, és azt a következő videóban fogom megosztani. Illetve azt is tudni kell, hogy a megengedett értékünk, ha egy másik kategóriánk lett volna, mondjuk a kettes, akkor ott már csak 333. Tehát ha ez a két anyag a kettes szállítási kategóriába tartozna, akkor ott a megengedett értékünk már csak 333 lenne, és ott ugye éppen már kilógnánk abból az értékből, akkor már nem alkalmazhatnánk az ADR-nek az 1136 szerinti mentességét. Na úgy látom, hogy ez a videó jó el is nyúlik, úgyhogy ezt most itt befejezzük, és egy újabb videó fog következni, amiben a DGR online-ba fogom ugyanezekkel az anyagokkal sokkal egyszerűbben és szerintem átláthatóbban megvilágítani a helyzetet, és egy dokumentumot létrehozni, amiben ugyanezeket az értékeket látjuk majd és kapjuk majd, és megnézhetjük, hogy mennyivel egyszerűbb ott dolgozni. Köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek, aki gondolja, az ossza, hagy tanuljon belőle mindenki, hogy tudják, hogy ez vár ránk. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban.